Semmelweis tanai közül a legfontosabb, a klóros kézmosás bevezetése mellett ugye a tisztaság, többek között az egyszerű, de rendszeresen alaposan tisztított lepedőkért való harc volt. Ez utóbbi megvalósítása azonban ugye pénzkérdés volt, és tudjuk nagyon jól, hogy az elmúlt 160 évben sok esetben felvetődött ez a kérdés, de mindig nagyon fontosnak kellett, hogy nagyon fontos volt az, hogy mennyit áldozunk a tudományra. Hiszen abban az esetben, hogyha a tudományra nem áldoznánk, akkor nem tartanánk ma ott, ahol ma tartunk, és a mai emlékelőadást nem tudtuk volna megtartani, hiszen 1959-ben, amikor megalapították ezt a díjat, akkor az egyetem nagyon szegény volt, még tulajdonképpen egy nagy tantermesen volt, azonban elődeink már akkor gondoltak arra, hogy ezt a Semmelweis Ignác díjat meg kell alapítani, és nem csak a jelenre, hanem a jövőre is gondoltak, tehát ránk is. Ma 52. alkalommal ünnepeljük a példát mutatókat, akik nem választották a könnyebb utat akkor sem, ha esetleg nehézségekbe ütköztek. 52. alkalommal állunk meg és hajtunk fejet Semmelweis Ignác emléke előtt, akiről minden ötödikes tudja, hogy az anyák megmentője, minden középiskolás, hogy a gyermekági láz legyőzője, de talán csak az itthon tudományos munkát végzők, gyógyítók és kutatók érezhetik át, miért, mi okból nem adta fel a harcot. Az emlékérem és jutalomdíj adományozását, mint ahogy már említettem, 1959-ben határozta el a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanácsa. A magyar orvostudomány fejlesztése a tudományos munkára serkentés céljából egy-egy művelője magas szintű tudományos elismeréséért. A javaslattételnél az Egyetemi Tudományos Tanács figyelembe veszi a jelölt iskolateremtő, tudományos és oktató tevékenységét, annak érdekében, hogy elévülhetetlen érdemeit, példamutatását a jövő nemzedékének szánja. 2012-ben a Semmelweis Egyetemnek a szenátusa a Semmelweis Ignác díjat dr. Noszár Béla dékánnak ajándékozta. Akinek nyilvánvalóan mi mindnyájan legnagyobb köszönettel tartozunk az egyetemünknek és ennek a díjnak a névadója, és úgy gondolom, hogy ő rá leginkább talán akkor kell gondolnunk, amikor panaszkodunk, hogy talán nincsen elegendő vegyszerünk, nincs elegendő időnk, lehetne a műszerünk modernebb. Biztos így van, nagyon sok összehasonlításban el lehet mondani ilyen panaszokat. De ha arra gondolunk, hogy az esetlegesen meglévő kis talentumunk hogyan viszonyul vajon Semmelweis Ignác Fülöp zsenialitásához, akinek felfedezésében a nagyszerűség valószínűleg éppen az egyszerűségben rejlik, hogy megtalálta azt, hogy különbség van a két bizonyos korterem között, és amikor a boncteremből átmegyünk a szülészetre, akkor kezet kell mosni. És miután ezt kiírta 1847. május 15-én a szobájának az ajtajára, utána őt csak megaláztatás, megkurculás érte, és tébolyda lett a sorsa. Tehát ehhez képest a mi panaszaink az nagyon-nagyon kiszerűek. Legyünk büszkék Semmelweis Ignác Fülöpre, aki valószínűleg mindezen megpróbáltatások közepette nem is panaszkodott. Köszönöm szépen a figyelmet!